nemes egyszerűséggel azt kérdezem, hogy mit szóltatok ehhez a második online sikernaphoz? Első körben azt szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra becsülöm a céget, hogy ennyire megoldásfókuszú, és hogy ennyire profin rendeztem meg ezt a második online sikernapot. Hihetetlenül le vagyok nyűgözve, nem csak az előadásoktól tényleg, hanem az egész sikernapnak a profizmusától. Másrésztről viszont természetesen nekem is ugyanennyire hiányoznak az offline rendezvények, mint egyébként nagyon-nagyon sokatoknak, és nagyon-nagyon-nagyon várom azt, hogy Porecsben újra együtt lüktessen több ezer Forever szív, de tényleg le a kalappal a teljes Forever staff és Dr. Miles Sándor és a teljes vezetőség előtt, hogy ilyen profin tudják a sikernapot nekünk átadni élményként. Látjátok, hogy ilyenkor derül ki, hogy nincs olyan, hogy 100% online, amit annyit beszéltünk, mert hogy egy nagyon flott sikernap, de hogy mégis ez jut eszedbe, igen, hogy hiányoznak az emberek, kézzel fogható, egy puszi, egy szia, egy válveregetés, stb. Hát így van, ezt... Igen, sokszor, de már akkor is emlékszem, most nem olyan rég néztem vissza egy közös interjúnkat, és abban is, ha jól emlékszem, azt mondom, hogy 90%, mert egyszerűen szükség van arra, hogy találkozzunk, és most jó, hogy itt tudtunk egy kicsit találkozni néhány emberrel, egy pár ölelés, egy pár készfogás, és most már kifele megyünk ebből a szituból. Zseniálisan jól sikerült a nap, én azt gondolom. Egy egész napos program, le a kalappal azok előtt, akik ezt a munkát elvégezték és összerakták az anyagot, és aki valaha vágott már egy egyperces videót, annak üzenem, hogy ez egy 6 órás videó volt. 5 óra 50 perc. 5 óra 50 perc anyagot kellett összevágni innen-onnan, elképesztő technikai bravúr az, hogy ez ilyen jól működik, és Sándorral beszéltünk, hogy egész Európa minket figyel, hogy mi hogy csináljuk ilyen profin ezt az online sikernapot, és azt gondolom, hogy érdeklődő üzlettárs mindenki megbizonyosodhat arról, hogy elképesztő profi csapathoz csatlakozik, és egészen egyszerűen óriási értéket találhatott ebben a napban, és szerintem mindenki megtalálta, amit keresett, aki megfelelő szemüveggel, megfelelő gondolatokkal figyelte ezt az 5 óra 50 percet, és volt benne minden minősülés, előadások, mindenki a stílusának megfelelően találhatott valamit, amivel el tud menni, el tudja vinni magával, és ez a gondolat megfogan, és lehet, hogy egy év múlva majd ő beszél egy ilyen, vagy egy hasonló offline sikernapon. Barbi, maradt benned még valami? Lenyűgöző volt az előadásoknak a tartalma is. Tehát én annyi meghatottságot éltem meg. Potyogtak a könnyeink az előadást nézve, akár Szabó Józsefet mondom, akár Berkics Mikit, sőt Berkics Mikosnak a végén a Gyere velünk és légy szabad zene. Hát én annyi élmény szabadult fel, hogy hányszor hallottam azt már Porecseken, Opátiákban, és én nekem a Forever érzés, a Forever szív az ugyanúgy átjött online is. Köszönöm szépen nektek! Köszönjük!